Tisztelettel és testvéri szeretettel köszöntöm a kedves ige hallgatókat. Az apostoli köszöntés elmondásával kezdjük a mai rendhagyó Isten tiszteletünket, advent második vasárnapján. Kegyelem, irgalom, békesség Istentől, a mi atyánktól, és Krisztus Jézustól, a mi Urunktól. Amen. Most csendesedjünk el, és imádkozzunk. Istenünk, adj nekünk olyan csendet ezen az adventi vasárnapon, amiben meghallható a te szavad. Adj nekünk olyan alázatot, amelyet megtölthetsz égi tartalommal. Te nálad van a 7 lélek, és te tartod kezedben a 7 csillagot, segíts minket felfogni mindazt, ami tőled való az igében, és ami életünk újulását szolgálja. Jó lenne, ha azt mondhatnánk, hogy mi a te szolgáid vagyunk, és teljesítjük akaratodat, de az életünk sokszor másról beszél. Megvalljuk ezt előtted, és nem takargatjuk gyarlóságainkat. Azt is tudjuk, hogy te örökkévaló fényben és dicsőségben laksz. Aki tudsz és akarsz emberi életeket megtisztítani és megújítani. Add most ennek a csodáját mindazoknak, akik kérik tőled igaz szívvel és őszinte vágyakozással. Amen. Szeretett testvéreim, ige hirdetésem alapigéit két helyről olvasom a Szentírásból. Először a János írása szerinti evangélium 5. rész, első 9 versét fogom olvasni, majd pedig Jeremiás síralmai könyve 3. rész, 26. versét fogom olvasni. Most is biztatom a kedves testvéreket, hogy nyugodtan keressék ki a Bibliájukból a megnevezett ige szakaszokat. Először a János írása szerinti evangélium 5. rész, első 9 versét olvasom. Jézus beteget gyógyít szombaton a Betesdánál. Ezek után ünnepük volt a zsidóknak, és felment Jézus Jeruzsálembe. Jeruzsálemben a Jukapunál van egy medence, amelyet héberül Betesdának neveznek. Ennek 5 oszlopcsarnoka van. A betegek, vakok, sánták, sorvadásosak tömege feküdt ezekben, és várták a víz megmozdulását. Mert az Úr angyala időnként leszállt a medencére, és felkavarta a vizet. Aki elsőként lépett bele a víz felkavarása után, egészséges lett, bármilyen betegségben is szenvedett. Volt ott egy ember, aki 38 éve szenvedett betegségben. Amikor látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már milyen hosszú ideje, megkérdezte tőle, akarsz-e meggyógyulni? A beteg így válaszolt neki, Uram, nincs emberem, hogy amint felkavarodik a víz, beemeljen a medencébe, amíg én odaérek, más lép be előttem. Jézus ezt mondta neki, kelj fel, vedd az ágyadat és járj. És azonnal meggyógyult az az ember, felvette az ágyát és járt, aznap pedig szombat volt. Most pedig Jeremiás síralmai könyve 3. rész 26. versét olvasom, így szól hozzánk Istennek írott igéje. Jó csendben várni az Úr szabadítására. Szeretett testvéreim, ünneplő keresztény gyülekezet, egy adventi történetet hallottunk, legalább 2 oknál fogva is. Sokszor prédikáltam már erről az igéről, én magam is, de adventkor nagyon ritkán szoktunk erről az igéről szólni.
mindig tud újat mutatni nekünk az Isten az igéjén keresztül. Szomorú, ahogyan a történet indul. Adott egy ember, akinek velünk ellentétben hosszabb a lista arról, hogy milyen nincs, és mi nem sikerült az életében. És ez egy fontos gondolat. Ne menjünk el emellett játszik könnyedséggel. Nekünk annyi minden megadatott már az életünkben. Ezt akkor látom, amikor olyas valaki kerül a látóterembe, akinek csak hiányai vannak, akinek nincs semmije, és olvastuk az igében, nincs senkije. Elgondolkodtunk-e már ezen, hogy mennyi minden van meg az életünkben? Van családunk, vannak barátaink, van anyagi lehetőségünk. Megköszöntük-e már ezt mostanában, vagy valaha is? Megköszöntük-e már a szeretteinknek, a barátainknak, a hitvesünknek, a gyermekeinknek, hogy köszönöm, hogy vagy nekem? És legfőképpen meg tudtuk-e már köszönni az Istennek mindazt, amivel rendelkezünk? Hálát tudtunk-e adni azért, amit már kaptunk az Istentől az életünkben? Gondoljuk csak el, hogy mi, akik sokszor még így is mennyit panaszkodunk, és beszélünk arról, ami még nincs, nagyon irigyeltek lettünk volna a történetünkbeli ember szemében. Hogy miért? Azért, mert annak az embernek nem volt egészsége. A történetünkben annak az embernek nem volt megélhetése, nem volt reménye, nem volt hite, és nincs életcélja. És most az advent idején tűnik fel a történetből egy nagyon időszerű észrevétel. A történet szerint ennek az embernek a felsoroltakon kívül még az ünneplés sem adatott meg. Az igében benne volt, hogy ünnep volt azon a vidéken, abban a korban és abban az időben. De ez az ember semmit sem érzékelt ebből az ünnepből a maga lelki világában. Azt írja a Biblia, hogy körülötte nagy ünnep van. Zaj, fény, vigadalom, ami körülveszi. És ő ebből semmit sem érzékel. Nagyon mai ez a történet, szeretett testvéreim. Az év talán legnagyobb ünnep sorozatára készülünk, illetve már benne is vagyunk, benne is élünk, minden adott majdnem, hogy valami nagyszerű élményben, örömben és szeretetben legyen részünk. Mégis nagyon sok családban szokott elmaradni ez az élmény, ez az ünnepi élmény. Az egyik karácsonyról azt írta egyszer az egyik újság, hogy nem volt meg a fénye az ünnepnek. Aztán, ha tovább megyünk, és az interneten elkezdünk bogarászni, hogy miket írnak a karácsonnyal kapcsolatban, akkor a kedves testvérek olvashatják azt a felmérés, azt a kimutatást, amit az Amerikai Egyesült Államokban végeztek a karácsonnyal kapcsolatban. Azt írja ez a kimutatás, hogy az Egyesült Államokban az amerikaiak mennyi fát vágtak ki a karácsony ünnepére? Több millió fát. Aztán ez a kimutatás azt is megírja, hogy 500 millió darab karácsonyi üdvözlőlapot írtak meg. Elhasználtak 50 millió tekercs
karácsonyi csomagoló papírt és 40 millió darab dobozt az ajándékaik becsomagolására. És elküldtek 1 milliárd üzenetet a szeretet kifejezésére. Ugyanakkor ez a kimutatás azt is kimutatja, hogy ugyanebben az időben, amikor ennyi mindent elköltöttek a karácsonnyal kapcsolatban, megnőtt az öngyilkosságok, a családi viszályok, a menhelyek látogatásainak a száma is. Mint a bibliai történetben. Csakis sokszor körülöttünk van ünnep, de bennünk nincs. Miért? Kérdezhetjük, hogy miért van ez így? Először is azért, szeretett testvéreim, mert sokan összetévesztik az ünnepélyességet és az ünnepet magát. Ennek az a jelentése, hogy annyira elveszünk abban, hogy újszerű, látványos, trendi legyen az ünnep, hogy az ünnep célja érintetlen marad. És erre van is egy kifejezésünk, hogy kiüresedik az ünnep. Olyan sokszor az ünnepünk, mint egy lufi. Akár mekkorára is fújod, belül üres marad. És ez édeskevés. Nekünk ugyanis nem ünnepi hangulatra van szükségünk, hanem magára az ünneplésre. Nekünk az ünnep örömére és az ünnepből merített erőre van elsősorban szükségünk. Csak játszunk el azzal a gondolattal, hogy vajon mennyivel lett volna jobb a helyzete, mint egy karácsonyfát feldíszítették volna ezt az embert, szép ruhát adtak volna rá. Nos, ez a hangulat nagyon jó, ha van, de nem pótol semmit. A történetbeli embernek ugyanis akkor lett ünnepe, amikor megoldást kapott az élete. És eltűnt minden hiányossága. A lába új erőt kapott. Egy új ember állt ott a Betesda partján. És ez minden keresztény ünnep lényege és célja. Erőt meríteni, megújulni, megváltozni. Most sem, ezen az ünnepen sem elégedhetünk meg kevesebbel. A másik ok ugyanaz, ami a történetbeli ember magyarázata lehetne arra, hogy miért nem ünnepel. Azért nem ünnepelt, mert beárnyékolja az ünnepét az ő saját maga helyzete. Sokan vannak, akiknek a lelkét terhek nyomorítják. Gondok és bajok, emésztő bánat. Nem tudnám felsorolni azt a rengeteg bajt, amivel küszködünk. És ez megmérgezi az ünnepeinket. Olyan ez, szeretett testvéreim, mint a talajban a hajszálerek. Ezeken át szívja fel az összes növény a vizet és a tápanyagot. Ezért veszélyes, ha valaki egy patakot megmérgez, mert a hajszál repedések a 100 méterekkel arrébb álló fákhoz is elviszik a mérgező anyagot. Így van a lélek is. A titkos hajszál ereken át az ünnep előtti időkből a talán évek óta felhalmozott mérget, bajt elviszi a szívbe és az életekbe, és megmérgeződik az ünnep. Hogy miért mondtam el mindezeket? Azért, szeretett testvéreim, mert így nem lehet az ünnepnek neki indulni, mert így nem lesz igazi karácsonyod. Látjuk és tapasztaljuk
Tudjuk, hogy az advent a nagy felkészülésnek az ideje. A karácsonyért, az igazi ünnepért tenni kell nekünk is. Ez az advent üzenete, így szól hozzánk. Ne cipelje senki magával a haragot, a gondokat, mert Jézus ott van az életünk partján, és megoldást kínál. Nem keveset, hanem mindent szeretne nekünk adni. A második adventi vonatkozása ennek a történetnek az, hogy hogyan kell várni. Valahol ezt olvastam, a betesdai ember a türelmes várakozás példaképe. És ez is így van. 38 évnyi várakozás van az ő életében. Nagyon sokszor bennünk gyermeki türelmetlenség van. Az átlag ember nem igazi adventben él. Várt. Igen, türelmesen, de nem azért, mert így látta jónak ez az ember, hanem mert nem volt más választása. Ezért várt. Ne kovácsoljunk a szükségből erényt, hogy nem tudott mit tenni, várnia kellett. Mi is sokszor várunk az életünkben. Legtöbbször türelmetlenül. Több hónappal ezelőtt a sorsunk úgy adta, hogy egy kórház egyik osztályán kellett megjelennünk. A kezdeti nyugalmunk és türelmünk lassan kezdett el párologni, és főleg akkor, amikor 3 órai türelmes várakozás után tele lettünk azzal a sok panasz áradattal, amit az ott lévő emberek mondtak. Persze, utána, amikor már túl voltunk a várakozáson, elmondhattuk magunkról, hogy a várakozás minta példányai voltunk. De mégsem volt bennünk igaz türelem, hanem valóban ott legbelül ki kellett mondanunk, hogy nem tudtunk más tenni. Ez volt akkor az élethelyzetünk. Mert tőlünk idegen a várakozás képessége, tőlünk idegen emberektől. Hiszen inkább azt szeretjük, hogy add Uram, de rögtön, hogy minden rögtön a birtokunkban legyen, hogy minden készen legyen. Mégis akkor mi teszi mássá az adventi várakozás, mint az, amikor késik 10 percet a vonat, és majd felrobbanok az idegességtől? Miért más az adventi várakozás? Miért kell, hogy más legyen az adventi várakozás, mint amikor a buszra várunk? Hát az a tény, hogy ilyenkor Isten ígéreteinek a beteljesedésére várunk. Arra várunk, amit ő ígért a gyermekeinek. Isten 2000 évvel ezelőtt beteljesítette egyik nagy ígéretét, hogy elküldi a megváltót. Elküldi a megváltót, aki erősebb lesz a bűnnél, aki bölcsességgel fog utat mutatni nekünk, és meg fog értünk halni a kereszten. És ez beteljesedett. A történetbeli ember tudta, hogy az ő bajára csak az Isten ereje a megoldás. Ezért ült ott. Még akkor is, amikor semmi esélye nem volt, hogy meggyógyuljon. És várt ez az ember. És mi már tudjuk, hogy nem hiába várt. Mert az Isten csak eljutott Jézus képében az ő beteg ágyához is. Mit jelent ez a mi számunkra? Hiszen mi nem 38 éve bénák vagyunk. Hallottátok, szeretett testvéreim, az Isten tisztelet elején a másik
igei biztatást, hogy jó csendben várni az Úr szabadítására. Ez a szabadítás nincs körülírva, hogy mikor, hogyan, miből lesz. Kinek-kinek a maga rabsága, fogsága, kilátástalansága, amiből Isten ígéri a szabadítást. Ezt már érdemes várni, amit Isten ígér. Így ne várjuk azt, amit Isten nem ígér. Azt várjuk, amit megígért nekünk. Isten nem ígért nekünk tejjel, mézzel folyó Kánánt itt a Kárpát-medencében. Nem ígért soha nekünk röpködő sült galambokat. Ha így gondolunk Istenre, akkor nagy a baj, akkor mindig csalódni fogunk, mint Ady Endre egy versében vallja, mert várhatatlanokra várok, és nem várok mást, mint várhatatlant. Ó, véres kínok, véres kínja ez, hörögve dönget, vágyam kapukat. Az advent a várakozásnak a minősített ideje. Azaz Isten ígéreteire figyelve majd meglátjuk, hogy azok be fognak teljesedni. Tedd föl magadnak most a kérdést, szeretett testvérem, mit ígér az övéinek a jó Isten? Végül pedig engedjék meg a kedves testvérek, hogy egy történettel ábrázoljam ki a fő tanítást, hogy megéri az Úrra várni. Évszázadokkal ezelőtt, amikor az új világot, Amerikát meghódította Európa és a kereszténység, Mexikóban történt, hogy egy keresztényé lett kislány a templomba vitt egy kis edényben egy kis zöld növényt. A növénynek nem volt fényes, illatos virága, és ráadásul pont ugyanilyen növényeket húzott ki a saját kezével a templom körüli kertből, mert gyomra nincs szükség, de mivel a kislány olyan jó szívvel és könnyek között vitte oda a paphoz a növénykét, nem volt szíve elutasítani. Nem sokára kezdetét vette az advent. A pap az oltár körül elrendezte a csodálatos virágokat, a kislány növénykéjét pedig egyre távolabb tette le. Ám csodálatos átalakulás vette kezdetét. A kis zöld növény levelei egymás után vörösben kezdtek fényleni, míg egy nap az egész növény csodálatos vörös színben pompázott, és minden virágnál szebb lett. Vissza is került a növényke immáron virágként az oltára. A kislány ugyanis tudta, hogy az a zöld egyszer színpompás vörös lesz. Ezt a virágot ma úgy ismerjük, hogy Mikolás virág. Tudjuk-e így látni életünkben mi is Isten ígéreteit? Adja meg nekünk Isten szent lelke, hogy igazi, adventi várakozókká legyünk az idei ünneplésben is, ünnepvárásban is. Így legyen mindannyiunk életében. Amen. Most pedig csendesedjünk el, és válaszoljunk Istenünk megszólító üzenetére imádságban. Mennyei édesatyánk, áldunk téged, hogy amint a megígért szabadítóra várás idején, úgy ebben a mostani új adventben is tanulhat a szívünk várni. Készülünk hozzád való eljöveteledre, és segítségedet kérjük, hogy igazságot ölthessünk magunkra ünnepi öltözékül, méltó fogadásodra. Űzd messze tőlünk a sötétséget, a gyűlöletet, és az ellenségeskedés írmagját is. Oszlasd lelkünk homályát, a hidegszívűség
és részvétlenség minden darabját vedd el tőlünk, és adj nekünk boldog, reményteljes várakozást, hogy amikor eljössz, bennünket készen találhass. Imádkozunk betegeinkért, a gyász fájdalmát érzőkért, a magányosokért. Segíts a rászorulókon, és add, hogy képesek legyünk a szeretetre félelem nélkül. Amen. Most pedig mondjuk el az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságot. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hallgassák meg a kedves testvérek a hirdetéseket. Szeretettel hirdetem, hogy a következő online alkalmunk jövő héten csütörtökön lesz elérhető, látható és hallható. Hirdetem továbbá a kedves testvéreknek, hogy adományok is érkeztek banki átutaláson keresztül. A nagy templom felújítására egy fő 100 000 forintot adományozott. Szeretett szolgálatra egy fő 10 000 forintot adott. Persei adományként két család 50 000 forintot adott. Egyházközség fenntartására egy fő 12 000 forintot adott, így összesen 172 000 forint adomány érkezett. Az Úristen áldja meg a jókedvű adakozókat. Adományokat továbbra is lehet tenni banki átutaláson keresztül még egy ideig. A következő számlaszámon lehet megtenni az átutalásokat. 117 450 73 kötőjel, 201 114 25. Előre is köszönjük az adományokat. Hirdetem továbbá a kedves testvéreknek, hogy temetés is volt az elmúlt héten. December 5-én szombaton délután 2 órakor a Borüdülő temetőben temettük Balla Sándornét, született Székely Esztert, aki életének 86. évében hunyt el, és Karcagon a Dózsa-György út 64 szám alatt lakott. És majd jövő héten is lesz egy temetésünk. December 8-án, kedden 11 órakor a Borüdülő temetőben temetjük Barát Lajosnét, született Oravec Olgát, aki életének 93. évében hunyt el, és a Zöldfa utca 48 szám alatt lakott. Az Úristen adjon vigasztalást a gyászban megszomorodott kedves testvéreknek. Ezek után pedig az Úristen legyen a mi gyülekezetünknek az őriző pásztora. Isten tiszteletünknek a végén fogadják a kedves testvérek az áldást. A békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kioszta a halottak közül a mi Urunkat, Jézust, a juhok nagy pásztorát, tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkálja bennünk azt, ami kedves ő előtte Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Áldás békesség a viszontlátásra, a viszonthallásra.